Okay. Haben Sie einen Ausweis? Ja. Hát elvileg sem értettem a szöges dróttal egyet, és érdekes volt hallani Gorbacsov ezen felvetésre adott válaszát és reakcióját. Úgy távolra nézett, és két dolgot mondott. Az egyik az, hogy nekünk megvan, ez minden országnak a maga felelőssége. A miénk működik, a miénk jó. Hát, ha ti másképp oldjátok meg másképp. Nem is értem, mi a probléma lényege, mondta ő. Aztán később, pár hónappal később, amikor már keletnémetek tízezrei maradtak Magyarországon, a letelt szabadságuk után, akkor a Varsói Szerződésnek egy bukaresti találkozóján már hunyorogva, mosoly közepette rám kérdezett, na hogy is vannak azok az NDK turisták ott nálatok? Tehát akkor már tudta, amit márciusban még egy kézlegyintéssel intézett el, hogy ez egy nem minden következmények nélküli döntés volt. Az NDK-s állampolgárok, a volt NDK turistái nagyon figyelték azt, hogy mit csinál a magyar kormány a Romániából ide települt és érkezett menekültekkel. És úgy gondolták, ha a magyar kormány, és joggal, ha a magyar kormány nem toloncolja vissza a romániai menekülteket, akkor nézzük meg, hogy mit tesz velünk, ha mi itt maradunk. Június végén, július közepe táján már látszott az Magyarországon, hogy itt több tízezer ember vár valamire. Megostromolták, bementek a NSK nagykövetségre, bementek a konzulátusra, kérték a nyugat-német útlevelet. Hát ezt itt nem lehetett akkori nemzetközi normák szerint kiállítani. A magyar határon nem tudtak átmenni. Úgyhogy ezt a döntést nekünk, mint egy forró krumplit, nem lehetett sokáig a kezünkbe dobálni, hogy majd csak kihűl és majd csak megoldódik valahogy. Ezért én a nyár közepétől már folyamatosan figyelem, kérem a külügyminisztériumot, a belügyminisztériumot és az igazságügyminisztériumot a dolgok, a variánsok, a változatok áttekintésére. És a helyzet nyár végén, július-augusztus fordulóján kritikussá válik. A Balaton környékén vadkempingektől, a kempingek zsúfolásig telve, az utak mentén vadkempingekben táboroznak az itteni turisták, NDK-s turisták, Budapest utcái tele, és magam is személyesen szembesülök ezzel egyik barátom meglátogatásakor, valamikor augusztus 7-10-e tájékán, amikor én lépem át az utcán, meg a járdán, ott várakozó, az NSK konzulátusa épületének környékéről van szó, amikor ott lépem át az gyerekeket, asszonyokat, mert várnak, és beszeretnének jutni valahová egy új, szabadabb világba. Amit az NDK menekültek környezetében, vagy környezetén tettek, az természetesen az én utasításaimra és tudtommal történt. Különösen fontos volt, hogy a magyar titkosszolgálatnak, nem a belügyminisztérium, hanem a katonai része, az egy fegyelmezettebb és sokkal célirányosabb szervezet volt, és én a katonai szolgálatokat is használtam, különösen a moszkvai helyzet értékelésében és a többi országban zajló események megítélésében. Thank you.
sollte man auch den entscheidenden Anteil Österreichs und seines Volkes an diesem großen historischen Ereignis nicht vergessen. Ihnen sei der Dank aller Europäer gerade an diesem Punkt ausgesprochen. Geht Ewel, erzählt aus, omi morgit zuständig, elke selhetet len let volna. Mindest annak köszönhető, hogy a magyar nép az utolsó évtizedekben is megmutatta, hogy szereti hazáját és szabadságát. Azonban meg nem értjük el a cél. Nem szabad tehát nyugodnunk, míg Magyarország nem lesz tagja annak az európai közösségnek, amelyik most itt a Kiel-Lakulóban van, és amely közvészünk. Wo ist denn die Frau aufgeblieben? Ich hasse die. Ich hab's geschafft. Das sind dann Mama und Papa. Hey, Oma und Opa sind hier. Ich bleib bei Oma und Opa. Ist gut, ist gut. Bitte, ey Junge. Das Picknick von Schabon. Ist das geil, Babe? Willst du schon? Ja! Ja! Nagyot segített az ügy megoldásán az a tanács, amit én megfogadtam, az igazságügyminiszter adta nekem, hogy írjuk csak mi alá a genfi menekültekről szóló egyezményt és az azt kiegészítő protokollt, és akkor mondhat akármit Románia, meg ronthat az NDK vezetése, hiszen ők is tagjai az ENSZ-nek, mi is, ez egy ENSZ egyezmény, Magyarország aláírta, ők nem ez az ő dolguk, de egy ENSZ által, sok ország által aláírt egyezmény sorozat, az felülír mindenfajta kétoldalú megállapodást. Hát ezzel mi éltünk is később, amikor aztán 60-70-100 ezres nagyságrendekről szólt a történet, a tájékoztatás. Akkor újból kézbe vettem az ügyet, és sose felejtem el, augusztus 22-én délután az érintett hat embert hívom össze, végighallgatom őket, az összes változatot előterjesztik, és amikor felteszem azt a kérdést, és mondjátok, tiszta megoldás nincs, mert sokféle változat, ebben most én nem megyek bele, akkor az egyikük azt mondta, de van. És nem, mondom, mi az? Hát, ha kinyitjuk a határokat, az tiszta megoldást kérdeztem. Hát mondták, erre gondoltunk, csak nem mondtuk ki. Hát akkor mondom, ez lesz a döntés. Kinyitjuk a határokat, de itten, ha ennyi 10 000 emberről van szó, ezt nem lehet úgy csinálni, hogy holnap bejelentjük, és nekiindulnak a határok, ezt elő kell készíteni. 200 Leute, 200 Leute, Grenzsoldaten, die fahren, es sind hoch, die fahren, weiße fahren. Es sind weiße fahren. Okay, halt, Leute rennen, Bus vorbei.